tudom, önök már tudják, hogy hol szilvesztereznek? Mert aki még nem, hát azoknak mondok egy jó ötletet. Mindig nehéz igazán jó helyet találni, hogy ünnepélyes is legyen, vidám is legyen, bulizni is lehessen. Hát én erre azt mondom, hogy van egy operetthajó. Ez akkor is jó, ha megszokott társasággal mennek, akkor is jó, ha külföldi vendégük van, hiszen annyi mindent mutat meg egy ilyen operetthajó, ami a külföldieknek igazán érdekes lehet, hogy talán az egyik legjobb választás. És idén, 2015. december 31-én 16. alkalommal indul útjára az operetthajó, ahol az operaház művészeiből alakult 25 fős operahajótársulat 3 órás műsora szórakoztatja a vendégeket. Opera, operett és musical részletekkel, folklór, klasszikus, has és step táncokkal, hangszeres szólókkal, olasz és spanyol dalokkal, színpompás jelmezekben. Míg a gasztronómia szerelmesei emelt szintű svédasztalos vacsora és ital kínálatából válogathatnak. A 4 órás hajóút szüneteiben a vendégek Budapest csodás panorámájában gyönyörködhetnek. A VIP vacsorás kategóriában korlátlan italfogyasztás és tánc lehetőség is van. Köszöntse az új évet 20 órától hajnali 1-ig az operetthajón. Beszállás 3:48-kor a Vigadó tér 8/A jelű kikötőjében. De újdonság is lesz az idén, hiszen szilveszterkor indítják útjára a szalonzenét és tánczenét kedvelők számára a szilveszteri zenehajót, ahol egy svédasztalos vacsora és kellemes örökzöld slágerekből álló szalonzene mellett, melyet kiváló zenészekből álló saját szalonzenekar szolgáltat, köszönthetik a vendégek az új esztendőt, és kedvükre táncolhatnak a 4 órás andalító sétahajóút alatt. Azt hiszem, hogy aki még nem döntött, azoknak talán ez tényleg egy jó ötlet.